Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyok most a Kőadvas útnál, a Molnár Viktor utca és a Magyaródi út között. Itt van mögöttem a Kőadvas út, vagyis hát előttem, most mindjárt mutatom, itt van mögöttem, és szeretném nektek bemutatni, hogy itt valamikor, szerintem ez még amikor itt a Kőadvasot ideépítették, a töltés alatt épült egy gyalogos aluljáró, ami jelenleg zárva van. De ez is érdekes, mert akkor legutóbb itt jártam, még amikor 3 vagy 4 év, amikor meg is néztem ezt a valamit, akkor ez a része még nem volt lezárva, viszont ilyen csövesek foglalták be, és húgy szagú, meg büdös volt. Most úgy tűnik, hogy ezt így megcsinálták, tehát ez szerintem a Thyssenkrupp-nak a műve lehet, mert ha látjátok, akkor ez a túloldali kiállata az átmegy az úton, vagy itt a legutolsó, és a Thyssenkrupp telephelyén belül van. Ott mutatom, tehát itt szerintem a Thyssenkrupp tette ide ezt a rácsot, és záratta le. Egyébként ott van egy kamera, amelyik még figyeli is ráadásul, szavasz. Két kamera barátkozzon össze. Hát, két kamera is van, és van itt egy beléptető, tehát szerintem ezt ilyen kódkártyával lehet nyitni. Mi érdekes, és szerintem ezt a Thyssenkrupp rakatta rendbe azért, hogy mert ugye el volt zárva a túloldali kiállata, csak hogy nem ászkáljanak be oda, mert esetleg felfeszítenék a rácsot, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt azért zárták le. De mondom, az ilyen 2012-13 környékén, majd megtudom a régi képeket keresni róla. Ez itt még egy ilyen bokáig élő pisatengeres csöves tanya volt. Egy szalva, húgyozva, teledobálva södösövekkel, hát ahogy ezt el tudjátok képzelni. És a másik oldali kiállata se volt lezárva. Akkor még. Aztán azt néhány évvel később azt így belácsozták újra. Akkor is úgy nézett ki, hogy be volt rácsozva, csak felfeszítették. És egyébként ott van a Molnár Viktor utca, a felüljáró látszik, és arra felé pedig a Magyaródi út majd. Majd én is arra fogok menni, mert nem az a fele, csak ezt meg akartam nektek mutatni. Akkor most nem jön vonat, akkor most átmegyünk a sineken. És ott látjátok, majd meg fogom mutatni a kiállatot is, ami már a Thyssenkrupp telepén bejönnék, egyébként ez az egész maga a Thyssenkrupp, és ja, itt látjátok, hogy még vasúti vágány is van a üzemterületén, de ezeket már nem használják. Mert az iparvágány kiágazást lehet megmutatom nektek a videó végén, mert úgyis odafele megyek. Viszont ez 2013-ban itt még volt forgalom a vasúti, és szállítottak a Thyssenkruppba. Hát ez most így a másik oldali kiárat, és szerintem eredetileg csak eddig épült ki ez a gyalogos aluljáró, és utólag toldották bele ugye ezt a részt, ami ott megy, és a Thyssenkrupp telep alatt van kiárata. Azt szerintem utólag toldották bele. Lehet, hogy már a Thyssenkrupp külön kérésére. De végül is szerintem így, hogy ezt így a Thyssenkrupp ezt így, hát úgy mond, hogy hát valószínűleg nem önhatalmulak, hanem kapott el engedélyt itt valakitől, vasúttól, vagy a önkormányzat, aki tudja ennek ki a tulajdonosa. De szerintem kapott a engedélyt, és úgy kebelezte be. Viszont ez annyiban jó, hogy a saját dolgozóinak így ezt, hát valaki ott lakik szembe, akkor neki nagyon egyszerű itt az átjárás és a munkába járás ezzel, hogy ott be tud jönni, és neked ott a másik kiállata. És ez pedig a Thyssenkrupp. És látjátok, azért több vágány is van, meg ez itt egy komplet rendezőpályaudvar volt, sőt ott a túloldalt, hogy arrafele még tehát talán belseje fele is ágaznak ki iparvágyak mindenfelé, és van ott egy mérlegház is. Tehát még egy ilyen vasúti vágányhíd mérleg is van. Úgyhogy itt azért nem gyenge teherforgalom volt régebben. És most mondom, 2013-ban itt még láttam, hogy volt bent vonat. Na, akkor még itt volt kiszolgálás. Lehet, hogy most is van hébe-hóba, bár úgy tudom, hogy már évek óta nem járt erre semmi. És viszont az iparvágány még megvan, az a Rákosszent Mihályról ágazik ki. Jó, arrafele megyek most én is. És egyébként ott arrafele meg már a Magyaródi úton az egy fénysorompós vasúti átkelő. És egyébként van egy másik, az is érdekes, hogy a Rákosszent Mihály állomás van itt nem messze, ahol szolgálat van, viszont személyforgalom nincsen, mert peronok se épültek. Viszont, de szolgálat van, mert tehervonatokat rendszeresen ott előztetnek, meg parkoltatnak. Tehát emiatt fenntartják. És mind a két átjárót, amelyik ezt a Magyaródit is, meg a Pirédi utcait is, azt onnan kezelik. Hát, ezek ilyen helyből kezelt fényesődompok, és viszonylag sokáig zárva is szoktak lenni. Ugye ilyen tehervonat érkezés előtt ilyen 2-3 percet már biztos, hogy lezárják. És
hát ez azért lehet érdekes, mert hogyha tervben van a körvasúton a személyszállítás újraindítása, vagyis hát a személyforgalom, és akkor nyilván Rákosszent Mihályon is megállna a vonat. Égős nem is lenne nagy kunst, csak egy pedont kéne építeni. Viszont lenne megálló ott a Molnár Viktor utcai felüljáró mellett, mert régebben ott is volt, Pestújhely néven ott volt megállóhely. Tehát csak azt kéne újra megépíteni, ilyen kétoldali peronnal. Valamint volt még egy megállóhely Budapest Sashalom néven, egy picivel arrébb. Ott a Füredi utca utáni, ott van egy gyalogos átjáró, és ott volt, még a régi bakterház megvan. Valamint egy új megállóhely lenne a Kerepesi úti vasúti hídnál, ahol közvetlen átszállás lenne a hívre, ezek így a tervek. Hát. És mindegyik hasznos is lenne. Hát gyakorlatilag ott már az ív után már a Magyaródi utca van, hát akkor... Még ott lehet, hogy megmutatom itt az iparvágányt. Az meg itt errefele van, de egy pillanat, akkor csak elmegyek addig. Ugye itt is van egy vágány hídmérleg. Hát de ugye picivel beljebb, ott amarra is, ugye arra is láttam egyet. Ez konkrétan erre való, hogy mérték le a tehervonatokat, milyen súlyú. Az ott a mérlegház előtt ráállt arra a vágányra, és ott tudták valahogy megmérni. És akkor mutatom, itt van mellettem az iparvágány vége. Itt megy be a Tyson Clubba, és később ágazik itt több fele, de hát itt kiterjedt vágányhálózat van odabent. És itt. Hát most egy picit akkor ránézünk jobban. Az így betonaljakból. Autós korlát. Egy autóban az esélyt bejönni. Hát itt van, de hát nem úgy néz ki, mint akit, mint hogyha gyakran használták volna. Talán szerintem egy olyan 5 éve, vagy hát 4 éve biztos nem járt erre vonat, de hát majd cáfoljatok rám, ha mégse így van. És itt van a maga az iparvágánynak a bejárata, és akkor hát nézzétek meg. Ott arra messzire is. És ott sokfele elkonyalognak a vágányok, elég sok van belőlük. Tehát még itt is megy egy. Ott arra fele tovább. Viszont bent álló vonatok sincsenek. Hát én nem tudom, itt valahogy nagyon hirtelen szünetett meg a teherforgalom. Még érdekes, hogy magánvasakkal se járnak be ide, valamiért biztos nem éri már meg. Addig meg azért hébe-hóba bejártak. És egyébként itt ebből az iparvágányból ágazik még ki ott arrafele is, de hát azok már nagyon régen megszűnt ipartelepekhez vezetnek. De itt egészen el lehet menni a Magyaródi öreg, és ott a távolban már látszik is, ott ahol az a kocsi elment, ott a vasúti átkelő. Ez ilyen normál fénysodonpós, itt még sodonpós sincsen. És most éppen fehér, úgyhogy vonat nem fog jönni. Akkor ez a kis bemutató ennyi lett volna, mert innen már nem sok érdekesség van ott a vágányzáró sodonpó után. Tenőttem, besatlakozik a vonalba, itt a körvasútba, és most megy tovább Rákosszent Mihályig. Valamint ott a régi ölház mögött még van egy kiágazás, amelyik ott a már régen megszűnt ipartelepre vezet. De azon már nagyon régen nincs forgalom, amikor még ezen volt, arrafele akkor se járt ki semmi. És ott még van egy ölház, ami most úgy tudom, hogy lakatlan. És utána még azt megnézhetjük. Majd mindjárt odaérek, akkor azt még megnézzük. Ez volna maga a bakterház, vagyis hát itt az ölhely, vagy ez volt régebben. 201 per B, Magyaródi út, ott van a tábla. Ez valószínűleg azért volt itt, egyiket itt van az iparvágány, és arrafele Rákosszent Mihály, ott az a távoli épület, az már az a felüljáró, pedig a Csömöri, azt hiszem Csömöri út van már ott. És itt valószínűleg itt a fénysodompó helyett itt régebben egy kadossodompó volt, és azt kezelték innen. Ugye megnézzük, hogy van-e még valami nyoma rám, mert a saját videóban, hogy még a hajtóművét megtaláltuk.
Isten. De azt hiszem, valahol itt lehetett a sorompó hajtóműve, ahonnan tekergették. De az is lehet, hogy benn volt a házba, mint lehet tudni. Vonóvezeték tartókat se látok sehol. Hát és ez most, hogy lakott vagy lakatlan, azt nem tudom. Lehet, hogy laknak itt. Tudni, és mögötte van még egy melléképület. De ez biztos, hogy egy mávos tulajdonú lakás volt, és ezeket úgy tudom, hogy megvenni nem lehet. Legalábbis a többségét, viszont vasutasok, mert vagy volt vasutasok, vagy később, hogyha senkinek nem kell, akkor szerintem akár bárki bérelheti. De több ilyen önházról tudok, akár Békésebb a térségébe is, hogy volt vasúti dolgozóknak kiadták bérbe. Megvenni nem engedték nekik, mert mégis a vasút tulajdon, mert közel volt a pályához. De bérbe vehették, viszonylag kedvező bérleti díjakért. Csak hát ott is az volt, hogy a Békésebb a környékén 4 vasúti önházaton voltak le, mikor a vasút felújítás elért addig. Mert ugye kellett a hely, mert 160-as pályánál a két vágány között több helyet kell hagyni, meg kellett ott a díszbelnek, meg mindennek, és akkor, hogyha útban volt, akkor ugye nyilván lerombolták, és azért nem is engedi szerintem a vasúti megvegyék, hogy ne tiltakozzanak, meg ne kelljen ott kisajátítása minden, hanem hogyha az övé, akkor bármikor lerombolhatja. Véleti díjat meg nem hosszabbítja meg, és akkor ennyi. Mondom, hogy így egyszerűbb, és itt ez a másik vágány kihelyezés, na elő mondtam azt, hogy az ott vesz egy ívet, és akkor elindult arrafele ott a narancssárga ház fele, és akkor ott egyenesen átvág az úton, és eltűnik a gazba, de ott valahol ott egy ipartelep volt. És nagyon-nagyon messze, igaz, hogy az még nagyon sokat kell menni, de ott volt a Mátyásföldi Ikarus gyár is. De itt azért volt ott rengeteg gyár is, és azokat szolgáltak ide. Ott az ipartelep az már régen megszűnt, mert több kisebb cég esetleg van ott, de hát ők meg nem szállítanak vasúton. De érdekes módon itt, mintha az ágyazatot cserélték volna nem is olyan régen. Egy picivel odébb lesz még egy fénysorompós átjáró. A felüljáró után jóval. Nem, ez a kis videó szerintem ennyi is lett volna így, amit tudtam meg, amit látható, azt itt bemutattam. Ezen a vágányon már nagyon régóta nem járt vonat, a másikon azért mondom 2013-ig még járt. És hát akkor ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!